Korábban nagy visszhangja volt annak, hogy a magyar anyanyelvű diákok jobban teljesítettek a PISA nemzetközi felmérésen román anyanyelvű társaiknál. Az eredményeket a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szakemberei három szempontból vizsgálták meg és árnyalták. Először végeztek reprezentatív magyar mintán 2022-ben PISA felmérést, amely a 15 éves diákok tanulmányi szintjét vizsgálja. Romániában 2006 óta végeznek hasonló felméréseket, azonban a magyar diákok szintjét eddig nem vizsgálták külön. A felmérés szerint a magyar anyanyelvű diákok jobban teljesítettek, mint a román anyanyelvű társaik. Az eredményeket a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatói, Kis Tamás és Tóró Tibor, szociológusok három szempontból elemezték, a következtetéseket kerekasztal beszélgetés keretében mutatták be. Kis Tamás elmondta, a három szempont a méltányosság és inklúzió kérdése, a versenyképesség és a nyelvhasználat. A legfontosabb eredmény az az volt, hogy mind a három tárgyból, tehát itt a matematikára, a szövegértésre, illetve a természettudományra kell gondolni, a magyar diákok, magyarul tanuló diákok azok jobban teljesítettek, mint az országos átlag, illetve a többségiek, ami olyan szempontból egy nagyon jó hír, hogy a magyar oktatás a többségi nyelvűvel versenyképes. Hozzátette, ami negatív aspektus mind Románia, mind a magyar közösség tekintetében az, hogy nagyon nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek az összes résztvevő 80 ország közül Romániában alakítja leginkább a családi háttér az eredményeket. A beszélgetésen részt vett Molnár Zsolt, ombudsman helyettes, illetve Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkár is. A szakemberek rávilágítottak arra a helyzetre, hogy méltánytalan a román nyelv érettségik javítása, mert a magyar diákok dolgozatát magyar tannyelvű osztályban tanító tanár kellene javítsa. Az államtitkár elmondta, egyelőre a tanterv ugyanaz, így jogilag ez nem kivitelezhető. Viszont a jövő évben érettségizők, akik már az új tanterv szerint tanultak, ez megváltozhat. Terítékre került az iskolaválasztás témája is. Kallós kiemelte, a magyar gyerekek magyar oktatásban kell részesüljenek, viszont meg kell tanulják jól az ország nyelvét. Bármilyen kisebbség számára ez nagyon-nagyon fontos, hogyha megvan a lehetőség, hogy a nyelvén tanuljon, akkor az a nyelvén kell tanulni. Viszont emellett elengedhetetlen az, hogy jól tudjanak románul. Romániában ismerni kell az ország nyelvét annak érdekében, hogy megfelelően tudjanak érvényesülni olyan értelemben, hogy jól fizetett munkahelyeket tudjanak megszerezni. A kutatás eredménye is az anyanyelven való tanulás hasznosságát mutatja, hisz a román osztályban tanuló magyar anyanyelvű diákok sokkal gyengébben teljesítettek, mind a magyar osztályokba járók, mind a többségi nyelven tanulókkal szemben. Illetve sokkal gyakoribb az esetükben az iskolai zaklatás gyakorisága is, amit gyakran nemzetiségi hovatartozásuk miatt szenvednek el.